Üdvözlöm a Törzsasztal kedves nézőit, innen a Kiszombori Rónai Kúriából. Az én nevem Szőlősi Viktor főszakács, mellettem Szabó Tamás kollégám. A mai nap folyamán egy dubári sertészeletet fogunk elkészíteni, melyhez sertéskarajra lesz szükségünk, egy kis margarinra, karfiolra, köretnek lesz hozzá egy kis sült cukkini. El lehet készíteni ezt az ételt csirkemellfiléből is, csirketonfiléből is, sertésszűzből, de én most a karajt választottuk. Csak sózzuk. Lisztbe nagyon picit megforgatjuk a húsit. Megvárjuk, még a olaj főmelegszik. Kevés olajat öntöttem az edénybe. Nem bőolajba sütünk, tulajdonképpen natúrozunk, de lassan sütjük. Készítettünk hozzá esetleg egy kis pecsenyelevet, ami abból áll, hogy a lesütött hús után egy pici lisztet és egy pici vizet öntünk, és utána beleteszünk egy kis sót, egy kis fokhagymát és őrölt fekete borsot. Elkészítjük a besamelt, amihez margarinra van szükségünk. Megvárjuk, még elkezd olvadni. Utána teszünk bele lisztet és egy kis tejet. Rántásból indulna el ez a mártás, mert ugye ahhoz zsírhoz, liszthez és egy kicsi vízhez van szükségünk. Elkezdjük lassan kisütni a karajt. Itt most a besamellel egy nagyon picit játszani fogunk. A karfiolt belerakjuk és megforgatjuk benne, hogy a mártásunkba kerüljön bele a karfiolnak az íze is. Nyugodtan lehet a húst többször is fordítani akár, de egy pici víz hozzáadásával, hogyha mind a két oldalt lepirítottuk, kicsit párolódhat is. Karfiolról is teszünk egy kis sót, egy pici fekete borsot, fehér borsot is nyugodtan szabad hozzá használni. Visszel azért forgatjuk be a húsit. Sokkal finomabb, bomlósabb lesz tőle a hús, sokkal puhább lesz, sokkal ízletesebb lesz. Húsi, hogyha elkészült, akkor ugye félretesszük a tányérunkra. Kiveszünk a kis karfiolokat, ráhelyezzük ide a fillére. És most jön a mártás maga. A lisztet óvatosan elkezdjük szórni, a csomómentesen ki tudjuk kavarni. Amikor látjuk, hogy a margarinnal kezd összeállni a liszt, elkezd havosodni, akkor a tejet ráöntjük. Lassan öntjük, mert a mártásnak bevonó képesnek kell maradjon. Cheddar sajtot ráhelyezünk. Így. Elkészítjük a cukkinit is. Pici sóval meghintjük. Ezekre, amíg várunk, addig egy úgynevezett szakács fákjával rápirítjuk a sajtot egy kicsit a húsira. Kicsi borsot szórunk el a másik oldalára. Íme, kedves nézőink, elkészült a dubári sertészeletünk, jó étvágyat kívánunk hozzá!